karácsonykor sosincs egyedül az ember, mindig úgy érzi, hogy az egész világ ott van vele, és úgy jól érzi magát. Szabó Zsolt nem érkezett üres kézzel, Mákos és Diós Beglivel lepte meg az időseket. Marika néni gyermekkorában is szerette a karácsonyt, lelkesedése mai napig tart, minden évben nagyon készül az ünnepre. Mi köten voltunk testvérek, nem sok minden jutott akkoriba, mert örültünk, ha kaptunk 2 szem szaloncukrot, és azt nagyon megköszöntük a szüleinknek. Itt is tiszteljük egymást, én legalábbis nagyon tisztelek, becsülök mindenkit, úgyhogy hát engem is tisztelnek, úgy érzem. A klub tagjai minden ünnepet várnak, a karácsony azonban különösen kedves és fontos számukra. Igyekszünk minden időst beszállítani, nagyon sokan nem tudnak saját lábukon már ide bejönni a klubba, és ilyenkor 2 autóval is szállítottuk őket ma reggel, hogy mindenki időben ideérjen. Szokták mondani, hogy nagyon jól is érzik magukat, de azt gondolom, hogy ezt mi tapasztaljuk is, mert jó a kedvük, csillog a szemük, és ez a legfontosabb számunkra. Érzem, hogy az erdő titkon rám figyel. Az idősek egymást is meglepték versekkel, énekekkel, sőt a Bajza József gimnázium tanulói is előadással kedveskedtek számukra. Ha elmúlik karácsony,